www.sportmenu.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net. Interjú Rajna Miklossal, Miki, hétvégén kezdődik a jégkorong világbajnokság. Milyen érzésekkel várod a tornát? Hát mindenki nagyon izgatott az egész csapatba. Én is az vagyok, várom már, hogy elinduljunk, várom már, hogy megérkezzünk, hogy birtokoljuk az öltözőt, hogy edzünk egyet a világbajnokság helyszínén, és most várom, hogy elkezdjük az első meccset, és várom, hogy minél jobban játszunk, és minél jobban szerepeljünk. Milyen nehéz volt a felkészülés, hiszen sorozatos mérkőzések voltak, elég kemény meccsek. És számodra milyen volt a felkészülés? Hát, talán mondhatom, hogy életem eddig egy legnehezebb VB felkészülése volt. Nagyon sokat edzettünk, fizikálisan is felkészültünk. Mindenféle taktikai elemet átvettünk, tényleg hosszú és alapos felkészülésen vagyunk túl. Amit lehetett, azt megtettünk, amit lehetett, megtett az edzői stáb is, úgyhogy ami ebbe az időbe belefért, azt gondolom, hogy maximálisan kihasználtuk, úgyhogy tényleg nagyon bizakodóan várjuk a világbajnokságot. Kapus szempontból hogyan tudsz erre felkészülni a VB-re? Egyáltalán készültél az ellenfelekre? Úgy gondolom, hogy nem kell, mert hogy ezt a sportot játsszuk már 5 éves korunk óta, meg akár most ugye augusztustól számítva is, minden mérkőzés ugyanaz a sportág. Azt gondolom, hogy külön az embernek saját magára terhet rakni teljesen felesleges. Úgy kell játszanom, ahogy az év többi napján, úgyhogy, és akkor nem lehet semmit be. Szurkolókat tekintve téged hogyan hat a kintiek is, illetve az itthoniak? A meccs közben abszolút nincsenek rám hatással a szurkolók, mindegy, hogy nyilván, hogyha többen vannak, az mindig motivál, hogyha a magyar szurkolók nagy számban megjelennek, de nekünk abszolút semlegesíteni kell magunkat mindenféle szurkolástól, legyen az szurkolás ellenünk, vagy akár értünk is. Úgyhogy én próbálom semlegesíteni mindkét szurkolótábort. Itt voltunk a sajtótájékoztatón, és a gyerekek fogadtak titeket. Ez számodra milyen érzés, hogy hogyan fogadtad? Egyébként mi szóltak el a gyermekkori emlékek? Tehát, hogy amikor váltátok ti is a nagyokat? Persze, én fiatal koromban nagyon sok jégkorong meccset megnéztem, és nagyon sok mérkőzésre elutaztam abban az időben, ugye a Volán és a Dunajváros volt a két nagy rivális, ilyen volt szurkolói busszal, vagy bárhogy, ahogy tudtam, Fehérvár is elmentem. Igen, mi is ugyanilyen piciként kezdtük, és hát milyen a világ, közülük is lehet, hogy kikerül egy-két olyan játékos, aki majd a felnőtt válogatottban is képviselheti az országot. www.sportmenu.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net.